magamhoz. Van oka büszkeségre az ifja Bocskai Gábor Akadémián. A korosztályos csapatok mindegyike bejutott a bajnoki döntőbe, sőt, van, amelyik már meg is nyerte azt. Mondhatni tehát, hogy minden a tervek szerint halad, hiszen az intézményben nem is tehették alacsonyabbra a lécet a szezon elején. Május óta erre az időszakra készülünk. Én azt gondolom, hogy tegnap kiderült, hogy mindegyik korosztályunk döntőbe kvalifikálta magát, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez nagyon nagy eredmény. Most már csak az ebből a 20 csapatunknak kell eljutni a fináléig, és akkor ott már bármi lehet. Tavaly ugye minden korosztályban tudtunk nyerni, de nem indítottuk junior csapatot. Mindenképpen a célkitűzés az volt, hogy az álomszerű kategória mindegyik korosztályon be tudunk kerülni a döntőbe, és ott már bármi lehet. Én azt gondolom, hogy vannak olyan korosztályok, akik már erőn felül teljesítettek, és én azt gondolom, hogy egy nagyon sikeres szezon mögött állunk eddig. Nálunk mindenképpen nehézséget jelent az, hogy a játékosok rotálása az egy óriási felelősség és feladat, mivel sok porondon küzdünk, ezért aztán már a középdöntőtől kezdve mi már a játékosokat úgy készítettük fel az időszakra, hogy próbáltuk a legoptimálisabb terjelést megtalálni nekik. A nagy kérdés persze a fiataloknál a képzést vagy a versenyzést, az eredményeket kell előtérbe helyezni. Az akadémia vezetője szerint a sikerélmény is fontos. Nagyon sokáig mondtuk ki azt, hogy az utánpótlásban nem annyira fontos az eredményes szereplés, de én azt gondolom, hogy ma már elengedhetetlen egy akadémiai keretek között működő egyesületnek az eredményesség az abszolút fontos. Meg kell mutatnunk mindenkinek, hogy itt egy nagyon jó program alapján dolgozunk, nagyon jó szakemberekkel és egy nagyon jó gárdával. Azonban biztos, hogy a képzésnek a fő célja az csak is az lehet, hogy olyan játékosokat neveljünk a felnőtt csapat számára, akik minőségben megállják a helyüket. Hogy a tökéletes elégedettség esetleg jól lakottá is teszi a fiatalokat, attól már csak azért sem kell tartani, mert Kercsó Árpádnál megengedhetetlen a lazítás, és ő az, aki maximalizmusánál fogva mindig talál okot némi elégedetlenkedésre is. Hiányérzetem azért van, hogy kevés az igazán jó csapat a magyar bajnokságban. Jó lett volna nekünk is az U18-ba, az Eberbe, U18-as Eberbe szerepelni, több nemzetközi meccset játszani, vagy jó lett volna, hogyha az IFI válogatott ránk épült volna, de sajnos a szövetség nem így akarta. Ennyi hiányérzetem van, de az itt folyó munkával, meg légköre, hangulattal minden elégedett vagyok. Az akadémia célja kész, jó hokisokat adni a magyar jégkorongnak, de emellett fontos az is, hogy pályán kívül is neveljék a gyerekeket, akik persze olykor hajlamosak a lazaságra. Szerintem jó úton járok, de mindenképpen többet kéne edzenem, szorgalmasabbnak lenni, és ennyi. Nagyon önkritikus vagy, ezek szerint nem vagy elég szorgalmas? Hát igen, csapattársaim mindig mondják, hogy alibista vagyok, nem dolgozok eleget és elég keményen, de próbálok ezen változtatni. Amikor jövünk, akkor minden megvan ahhoz, hogy edzessünk, van egy nagyon profi konditermünk, jó edzőink, minden megvan hozzá. Évelején kicsit még össze-vissza volt az egész csapat, de évvégére hál' Istennek összejöttünk, szóval a csapat képét kezdjük alkotni, hál' Istennek. Mennyi időt töltötök itt a jégpályán? Hát napi 2-3 órát minimum. Nálam a hangadók csak olyanok lehetnek, aki maximalista, és a többi hozzájuk kell idomuljon. Nálam a fordított előjellel levő játékos, hogy vagány vagyok a diszkóban, meg itt-ott, ez nem működik, úgyhogy ilyen problémánk nincs is. Én nagyon optimista vagyok azzal kapcsolatosan, hogy láthat majd a népes és nagyon lelkes fejvári publikum egy 2-3 éven belül olyan játékosokat, akár már jövőre is, akik az akadémiai képzés keretei közül kerültek ki.